A furtai értékek megőrzését, megismerését és gondozását tűzte ki célul az a pályázat, melynek záró rendezvényét és az elért eredményeket bemutató kiállítását tartották meg a Bihari Település Művelődési Házában szeptember 19-én. A Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával életre hívott program, a furtai érték tarisznya idén májusban indult és a nyár folyamán zajlott a településen. A projektben résztvevők és az érdeklődő közönség előtt elsőként Vitányi István országgyűlési képviselő szólt elismerően az itt folyó értékmegőrző munkáról. Én úgy gondolom, hogy amit itt csinálnak, vagy csináltak, és remélem, hogy csinálni is fognak nagy lelkesedéssel, az nagyon fontos mindnyájunk számára, hiszen én mindig hangsúlyozom, hogy 2004-ben, amikor beléptünk az Európai Unióba, akkor vállaltuk azt, hogy a szuverenitásunkból bizonyos dolgokat leadunk, de én úgy gondolom, hogy hagyományainkból semmit nem lehet leadni. És hát annak idején Angela Merkel is azt mondta, hogy a multikultúrának vége, és hát most itt vagyunk a népvándorlás kellős közepén. Egy nép nemzet csak akkor tud fennmaradni, ha identitását megőrzi, ha kultúráját, népi hagyományait megőrzi. Kultúránkat meg kell tartani, ez a program erre kiválóan alkalmas. Átnéztem, hogy a megyei értéktárban hány érték szerepel, pontosan 30, a legutóbbi 2015. szeptember 7-én a debreceni Pároskolbász került a Hajdú-Bihari értékek közé. Azt viszont szomorúan tapasztaltam, hogy a 30 érték közül ebbe a választókörzetbe, amely a fél megye, ugye a 82 településben 41 ehhez a megyéhez tartozik, mindössze 3 érték található. Azt viszont örömmel tölt el, hogy a 3 közül az egyik a furtai hímzés, a másik a komádi hímzés, a harmadik a lereskei szűrátét. Én úgy gondolom, hogy feladatunk van bőven, ebben az értéktárban minél több bihari érték kerüljön be, és ha ilyen és ehhez hasonló rendezvényeket sikerül megtartani, mozgósítani az ifjúságot, és hát nagy örömmel tölt el az, hogy ennyi fiatal van jelen, és úgy látom, hogy itt biztosítva van az a jövő megőrzése, a múlt emlékeinek a feltárása. A helyi értékeink nem emlékek, azokat a mindennapokban is meg kell őrizni, és nem csak ünnepi alkalmakon. Bulcsú László a megyei közgyűlés alelnöke emelte ki az előző gondolatokkal az értékmegőrzés jelentőségét. Képviselő beszélt a megyei értéktárról, én egy olyan ajándékot hoztam most ide, amelyben a megyei értéktárak a megyei önkormányzat által kiadványba teljes mértékben, ami eddig megvan, az mind benne van, és én most ezt a könyvet, ezt a kiadványt erre az asztalra leteszem, hogy mindannyiuké legyen. A megyei értéktárban egy olyan kis településnek van a értéke benne, mint a furtai hímzés. Akkor meg is kérdezem, mitől is kicsi ez a település? Attól, hogy kevesen laknak. De egyébként ez a település nagy, van egy olyan értéke, ami benne van a megyei értéktárban, sokan szeretnék ezt elérni, de nem tudják, mert nincs értéke. Nincs olyan tárgyi, szellemi, olyan közösségi értéke, amit ebbe bele lehet tenni. És nem szabad ezt elfelejteni, ez a leglényegesebb, hogy az értéktár tariszni programban benne van, hogy a gyermekek is benne vannak ebben a programban. De nem azért kell benne lenni a gyerek a programban, hogy az emlékeket emlékezzük, hanem azt, hogy az értékeinket újból
az életünkbe, megéljük a hétköznapokba. Krucsó Antal, a település polgármester arról beszélt, hogy a záró rendezvény keretében látható Furtai értékek diákszemmel című kiállításon a több mint 150 éves méltán országos hírű furtai hímzés is megjelenik, és hangsúlyos szerepet kap. Nyilván ennek a kiállításnak egy-egy gyöngyszeme, és mint nagyon nagy furtai érték a furtai hímzés. Ezt valakiknek tovább kellett vinni generációra, generációra. Most itt a fiatalok ebbe a feladatba szálltak be, hogy gyűjtötték a kis értékeiket, a kis terítőket, egyéb kis motivumokat, és ezzel együtt meg is ismerkedtek ezzel a nagyon szép hagyomány őrzéssel, és hála Istennek még nagyon sok helyen, a településen, szülőknél, nagyszülőknél megtalálható ez a hímzés, sőt láttam itt fiatal hölgyeket, hogy furtai hímzett ruhába, vagy egyik kis szegfűcsukor van valahol elhelyezve. Ez azt jelenti, hogy visszük szépen a hagyományt. Én ennek nagyon örülök, mint településvezető, és mi is megpróbálunk mindent megtenni, hogy ez a hagyomány tovább menjen. A furtai érték tarisznya program megvalósítója a Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület volt, a Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár partnerségével. Az elmúlt hónapokban elvégzett munkáról előadásában Korompainé Mocsnik Marianna muzeológus számolt be. Egy rendkívül értékes program kerekedett ki ebből a közös pályázatból, aminek a lényege a furtai kincsek, a településen lévő értékek közös felfedezése. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt hónapok valóban bizonyították azt, hogy ezt a pályázatot itt Furtán teljes mértékben sikerült megvalósítani. Amikor a pályázat megszületett, ezek után pár hónap alatt elkészült egy furtai barangoló című kis füzetecske, amely segítséget adott ahhoz, hogy a gyerekek pedagógusokkal, szülőkkel, családok együtt bejárják Furta értékeit, és talán azok számára, akik keveset tudnak a településről, különösen hasznos lenne népszerűsíteni, hiszen ebben benne vannak az épített örökség értékei, a nagyon híres furtai hímzés, a méltán híres állattartás, különösen a juhászkodás, a gyönyörű sáréti nyelv szebbnél szebb kifejezései, tehát egy értéket próbáltunk irányadónak a barangoló füzettel összeállítani. Ezt követően egy pályázatot hirdettünk az itt lévő gyerekeknek, ugyanis az volt a célunk, hogy a mi segítségünkkel, ötletünkkel és a Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület támogatásával ne csak bejárják a gyerekek a települést, hanem ők maguk is a múlt értékeinek őrzőivé váljanak. Egy kétnapos rendezvény keretében a füzetet felhasználva a gyerekek járták a falu különböző utcáit, épületeit, kutatták az értékeket, és ezt követően rendelkezésükre állt egy egész nyár ahhoz, hogy ezeket az értékeket összegyűjtsék, lejegyezzék, lerajzolják, lefényképezzék, hiszen többféle kategóriát is hirdettünk. Az összegyűjtött értékekből egy nagyon szép kiállítás született. El kell, hogy mondjam, hogy részese voltam ennek az egész gyűjtő folyamatnak, és a Bihari Múzeum dolgozóival együtt meglepődve vettük azt észre, hogy bizony csak kellett egy kis szikra, és a láng lelkesedéssé vált, és én ezt a kis kulcsot, amit behoztak, tartom ennek az egész projektnek a szimbólumává, hiszen kulcsot kaptak a múlthoz, kulcsot kaptak az érték gyűjtéséhez, és az általunk szervezett múzeumpedagógiai foglalkozások, Szatmár Ébolya etnográfus gyönyörű előadása, beszélgetése a helyi hagyományőrzőkör tagjaival, a szülők, nagyszülők, pedagógusok érdeklődése, a hagyományőrző egyesület támogatása, mind-mind az bizonyította, hogy igen, az itt élők szeretnék az értékeiket valóban a jövő számára megőrizni. Az itt látható kiállítás ezekből a tárgyakból készült. 35 gyermek hozott különböző értéket, a számára fontos kincset. A gyerekek rájöttek arra, hogy a nagymama
Stelázsiában lévő derejevágó is érték lehet, de érték lehet az a rendkívüli juhászkampó, amit még a nagypapa vagy néd nagyapa használt. De találtunk 1918-as bélyegzővel ellátott furtai képeslapot, rendkívüli érték. Én úgy gondolom, hogy közös erővel, és ez egy igazi csapatmunka volt, elindult egy folyamat, ami még csak a kezdet, hiszen most érezték csak azt meg, hogy az otthon, vagy nagyszülőknél, dédszülőknél lévő, lehet, hogy teljesen egyszerű tárgy, micsoda érték lehet a jövő számára. Mi azt kívánjuk a Bihari Múzeum részéről, hogy ez a lelkesedés továbbra is megmaradjon, és most már értő szemmel, és természetesen bármikor számítva a Bihari Múzeum támogatására, folytassák ezt a gyűjtőutat, hiszen van egy helytörténeti gyűjteményük, ahol akár időszaki kiállítás keretében, akár állandó kiállítás bővítése céljából ezeket be lehet mutatni. Szatmár Ibolya etnográfus a furtai hímzés történetéről szóló előadását Kála Irén múzeumigazgató foglalta össze, melyet zárásként a furtai hagyományőrző csoportok fellépése követett.